tudomány végül is azt vizsgálja, amit tapasztalunk, és kétségtelenül az, hogy a tudomány évszázadokon át elsősorban naturalista magyarázatokat keresett, ez egy természetes, és azt is mondhatjuk, hogy helyes magatartásforma vagy irányvonal volt, hiszen tudjuk azt, hogy a világban számos jelenség valóban törvények, természeti törvények szerint játszódik le. Tehát mindennapi életünkben ezt tapasztaljuk. Noha ezt zárójelben jegyzem meg, és a értelmes tervezettség ezzel nem szokott különösen foglalkozni, azért a pszichológia területén találkozhatunk olyan jelenségekkel, amelyek azért megkérdőjelezik ennek a naturalista elképzelésnek a helyességét, zárójel bezárva. A tudomány az megállapította azt, hogy mik a jellemző vonásai az értelmes tervezettségnek. Ezt természetesen úgy fogjuk fel, hogy a mindennapi életünkben szereplő eszközök, a kalapácstól kezdve a számítógépig hordoznak magukon olyan specifikus vonásokat, amelyekről tudjuk, hogy ez az intelligens emberi tervezésnek az eredménye. Na most, ha a természetben találkozunk olyan jelenségekkel, olyan struktúrákkal, amelyek ugyanezeket a jellemvonásokat mutatják, amelyeket a véletlenszerűen a puszta fizikai-kémiai törvényekből nem lehet levezetni. Kézenfekvő következtetés az, hogy itt egy intelligenciának kellett működni,